Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manea vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Fotókiállítás, nagyszerű képeket tekinthetünk meg a Szekszárdi Kulturális Központban. Versek a Kárpát-medencéből, kitűnő performanszok Szekszárdon. Cakó Gábor Csaba, emlékes szülőfalujában. Programajánló, húsvéti játszóház, történelmi áttekintés és még sok más. Pántlika Néptánc Együttes, Tamási város kulturális életének meghatározó közössége. Az év természetfotósa 2023 pályázat kiállítását tekinthetjük meg a Babits Mihály Kulturális Központ Márványtermében március 13-tól április 7-ig. A bemutatót Kalotás Zsolt, a Magyar Természetfotósok Szövetségének elnökségi tagja nyitotta meg, és pár izgalmas részletet is megosztott velünk a fotózással és a képekkel kapcsolatban. Kalotás Zsolt ifjúkorában lépett be a fotózás világába, és a mai napig ámulatba ejti a természet és a különleges képek. Valamikor ifjúkoromban, amikor egyetemista voltam, akkor vettem az első fényképezőgépemet, és hogy mi közöm van ez a kiállításhoz? Hát és nagyon sok közöm van. Egyrészt én voltam ennek a Magyar Természetfotósok Szövetségnek az alapító elnöke, 1989-ben hoztuk létre ezt a szervezetet, és ehhez a kiállításhoz pedig azért van közöm, mert 93 óta vagy szervezője, vagy résztvevője, vagy zsűri tagja, vagy zsűri elnöke voltam. A fényképkészítő eszközök palettája kiszélesedett, manapság már mindenki zsebében megbújik egy telefon, amivel el lehet kapni a megfelelő pillanatot. Úgy gondolom, hogy valaki jó kép készítsen, most már bármivel lehet. Ezen a kiállításon is nem csak fényképezőgépekkel készítettek képeket, hanem mobiltelefonokkal, GoPro kamerákkal. Sőt, ha visszamegyek egy kicsit régebbre, az első képek azok még ilyen jó kamerával készültek, amikor még lencse sem volt. Tehát mindennel lehet fényképet készíteni. A mai világban különösen, amikor a digitális fényképezés teret hódít, gyakorlatilag mindenkinél van egy mobiltelefon, és mindenki tud képet készíteni. De hogy egy kép az milyen lesz, az nem a technikától függ, elsősorban hanem attól, hogy ki készíti azt a képet, milyen nézőpontból készíti, milyen megközelítésben próbálja magát visszaadni azon a képen, milyen pillanatot akar megfogni. Tehát úgy gondolom, hogy mindenki lehet természetfotós manapság már, mert természetben mindenki jár remélhetőleg, és igyekszik is megörökíteni ott azokat a pillanatokat, ami neki nagyon tetszik, de hogy ez milyen emóciót vált ki másokból, milyen művészi tartalommal bír, ez majd akkor fog kiderülni, amikor a kép elkészül. Sok elmélet születik arról, hogy mitől is lesz igazán jó egy fotó. A szövetség tagja megosztotta velünk erről alkotott véleményét. Olyan pillanatot örökít meg, ami különleges. Attól, hogy milyen nézőpontot választ, milyen megvilágítást, milyen kompozíciót választ a készítője. És gondolom azt, hogy miután minden szubjektív, így a természetfotózásban fotózásban is szubjektív az, hogy ki mint és hogyan ítéli meg a képeket. Nyilvánvalóan mindjárt mások vagyunk, van akinek egyik jobban tetszik, a tájképek jobban tetszenek, van akinek a finom pillanatok, van akinek az akciófotók. Tehát ezen a kiállításon viszont minden megtalálható, hogyha az ember végignézi a képeket, láthatja azt, hogy a pályázók és a zsűri igyekezett egy olyan képet adni a magyar természetfotózásról, amelyek bizonyítják azt, hogy mi ebben a dologban úgy tűnik, hogy tényleg nemzetközi topon vagyunk. Daróczi Csaba képei is megtalálhatóak a teremben, aki 2023-ban az év természetfotósa lett. A múlt században, 1996-ban kezdett el igazán komolyabban fényképezni. A NaturArtnak, tehát a Magyar Természetfotósoknak Szövetségének a tagja, az első sikereit is itt ért el. Gyakorlatilag ifjúsági kategóriában nyert akkor egy kollektív díjat.
de már akkor látszott rajta, hogy egy nagyon innovatív útkereső fotós, és rengeteget fejlődött. Volt olyan év, amikor a világon ő volt a legeredményesebb természetfotós, mindenkit figyelembe véve, nagy pályázatot figyelembe véve, és mindig tud meglepetést okozni számunkra. Újabban már azt mondta, hogy ő nem is akar fényképezni igazi fényképezőgépekkel, neki megfelelő egy mobiltelefon, egy megfelelő GoPro kamera, és ezekkel a készítőkkel is képes olyan képeket készíteni, hogy nagy nemzetközi pályázatokon elviszi a fődíjat velük. A Magasugrás című kép Moldován Zsolt elkapott momentuma, ami az év természet fotója lett 2023-ban, ezt is megtekinthetjük a helyszínen. Borzasztóan irigylem a fotóst, aki szerencsés volt ilyen pillanatot elkapni. Úgy gondolom, hogy ezen a pályázaton több olyan kép is van, ami megismételhetetlen, ez az egyik olyan. Tehát erre nem lehet készülni, erre ez hihetetlen nagy szerencse is kell. Nyilván rengeteg kitartás, mert a fotós leírta azt, hogy milyen legeteket járt ki erre a területre, figyelte a rókákat, hogyan dolgoznak, hogyan hozza a szülő a gyerekeknek, a rókakölyköknek a táplálékot, meg azt, hogyan játszanak a kicsik. És ez a kép, ez a sok közül, hát nem tudom hány százat, ezeret készített, úgymond besikerült. Ilyen képet még én azt hiszem, nem csak Magyarországon, de a világon sem láttam. Tehát egy annyira csodálatos pillanat, és minden a helyén van. Tehát szerkezetileg, élességben a cserebogár ott van, ahol kell, a róka ott van, ahol kell, gyönyörű színvilága van, visszafogott monokróm színvilága van a képnek. Hát mondtam a zenés, csak irigylen tudom azt a fotóst, akinek ilyen nagyszerű képe van, ilyen nagyszerű képet tud csinálni, és remélem, hogy ez nem az utolsó számára sem. Akad, aki rengeteget utazik egy jó kép elkészítéséhez, míg mások csak a szomszéd településig mennek el. Hát sokfélék vagyunk. Vannak, akik elmennek a világ végére, hogy ott találják meg a szerencséjüket, azt a témát, ami számukra meghozza a sikert. Vannak, akik viszont nem mennek messzire a lakóhelyüktől. Daróczi Csabáról beszéltünk, aki a képeit a lakóhelye környezetéből 15-20 km-es környezetben készíti. Tehát ő nem megy messzire. Hihetetlen fontos az, hogy valaki meglássa azt a apró témát, ami más, aki más nem veszi észre, elmegy mellette, és meglássa benne azt, hogy hogyan lehet ebből képet formálni. A Csaba ilyen fiatal ember. Neki nem kell elmenni sem az Antarktiszra, sem a trópusokra, sem Afrika szavannáira. Számára Solt-Vadkert és környéke minden témát tartalmaz, és kimeríthetetlen, ahogy látszik. Bensőséges légkört teremtett a megnyitón Barta Balázs és Matók Ákos élő zenéje. A helyiséget megtöltötték jobbnál jobb fotókkal, lenyűgöző pillanatokkal, sokszínűséggel. A kiállítás azt a fajta élményt nyújtja, aminek emléke maradandó, akaratlanul és újra visszagondolunk a látottakra. Mostanra az egész Kárpát-medencét felöleli az Én Pannóniám vers és prózamondó verseny. Az idei megmérettetésre is több külhoni magyar diák jelentkezett. A nívó kiemelkedő, a repertoár színes, ez hazánk irodalma. Ó, hogyha hinni tudnám, nem csak szívemben őrzöm mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon. A volna még. Meg annyi iskolából csak nem 500 diák jelentkezett az idén 16 gyára megrendezett versenybe. A döntőbe közülük 24-en jutottak be és állhattak színpadra a Magyarországi Német Színházban. Egyáltalán nem volt könnyű a felvételek alapján kiválogatni azokat, akik a döntőbe jutnak. Ilyenkor csak remélni tudjuk, hogy azok lesznek itt, akik a legjobb formájukat fogják mutatni élőben, mert egy picit van különbség értelemszerűen a felvétel és az élő megnyilatkozás között. A zsűrizés nem egyszerű feladat, bár természetesen vannak objektív szempontok, sosem lehet szubjektivitás nélkül megítélni egy-egy előadást. Tóth Zsuzsanna is többet keres egy puszta szavalatnál. Ez mindenkinél nyilván más, ezért mondják azt, hogy van minden színpadi műfajban van egy bizonyos szubjektivitás, tehát hogy az embert mi találja szíven, mivel érez azonosságot. Én nagyon szeretem azt, hogyha a versmondók nem csak szépen beszélnek, hanem pontosan értelmezett gondolatok vannak, a szövegértelmezésből kiolvasható gondolatok vannak, mutatkoznak meg az előadásban, és
Nagyon szeretem, ha érzelmekkel telített, mert sokan azt gondolják, hogy elég a vers szövegét elmondani, és akkor már megszületik valamiféle előadás. De ahhoz, hogy az élmény eljusson a nézőhöz, a befogadóhoz, ahhoz az kell, hogy a szöveg átmenjen azon, aki előadja, és ő a saját gondolataival, érzéseivel megtámogatva nyújtsa át nekünk, mint egy ajándékot a verset. A szervezők célja egyértelműen a költészet, pontosabban az irodalom szeretetére nevelés, de nem eltitkolt szándékuk a tolnai irodalmárok műveinek megismertetése is, legyen szó talán legismertebb Babits Mihályról, Illés Gyuláról vagy Baka Istvánról. 16. alkalommal rendezzük meg ezt a versenyt. 2008-ban jött az ötlet, hogy kellene a középiskolások számára kifejezetten az ő korosztályuknak egy versmondó verseny. Először még országosan indult, aztán Kárpát-medencéivé bővült a meghirdetése, és hát egy év kimaradt, tehát a Covid miatt egy évet ki kellett hagynunk. Többnyire sikerült pályázati pénzből megvalósítani a versenyt, most is így történt ebben az évben. A Nemzeti Tehetségprogram írt ki tanulmányi és művészeti versenyekre pályázatot, és itt sikerült nekünk most támogatást szerezni. A diákok lázasan készülődtek, voltak, akik még akkor is papírlapjaikat vizsgálták, amikor elhangzott nevük, mint felkészülők. Az esetleges izgulás pedig nem is ok nélkül való, hiába mondja azt a szervező, hogy ez inkább ünnep, mint sem verseny. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen színes a palettánk, és hogy ennyien érdeklődnek a versmondás iránt, és ez mindig egy ünnep, ami számunkra, nem annyira verseny, ezért próbálunk mindenkit valamilyen jutalommal értékelni, hazaküldeni, úgyhogy senki nem távozik üres kézzel, de emellett azért lesznek díjak is, tehát nagy díjak, fődíj, nívódíj, talentumdíj, reménységdíj, közönségdíj, külön díjak, úgyhogy minél több versmondot szeretnénk ezzel az ajándékozással is inspirálni arra, hogy hát persze ne ezért mondjanak verset, hanem azért, mert szeretik a költészetet, de hogy jöjjenek hozzánk. A magyar irodalom rengeteg alternatívát tud nyújtani a mindennapokban felmerülő problémákra, helyzetekre, konfliktusokra. Így gondolja ezt Bukowski Dorottya is, aki a Felvidékről érkezett és Babits Mihály Fortissimójával készült. Haragszik és dúl fúl az Isten. Vagy csak talán alszik az égben. Aluszik, vagy halott is éppen. Ki költi őt föl, emberek? Anyák. Sírjatok hangosabban. Akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti egy gyenge sírástok. És ne is könnyen sírjatok, mert a könny mind csak földre hull. Hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul. Nehogy lágyan, mint a forrás, nehogy zenével, mint a zápor, nem mint a régi nióbék, hanem partalan, mint az árvíz sírjatok, vagy görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. Drága fiúk hullanak vérben a hóra, napra a nap. Ne hagyjatok aludni senkit. Ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva, de érdemes-e félni még? És érdemes-e élni még? Versválasztását nem indokolja, talán nem is szükséges. Nekem a versek, ez az egész világ, egyfajta menekülés volt nagyon kiskoromtól kezdve. Mikor iskolába kerültem, akkor volt bennem egyfajta félelem, de egyfajta szeretném magam megmutatni szerű vágy is. És amikor bevezetett annak idején Rendszés Nóra tanárom ebbe a világba, akkor valahogy bele is szerettem a színpadba, a költészetbe, és azóta is egy ilyen kis menedék ez az egész, ahol tudok nevetni, tudok sírni, tudok önmagam lenni, és ez egy nagy ajándék, főleg egy olyan fiatalnak, akik ebben a világban élnek, ahol csupa kétség, csupa kérdőjel minden. Deli Áron sajnálja, hogy végzősként áll fel a pódiumra, hiszen ezzel megszűnik az a millió, amit kedvel. Ő inkább az előadásban leli örömét. Például én a szavalást nagyon szeretem csinálni, már jó két éve foglalkozom ezzel. Szeretek színpadonra állni, közönség elé állni és előadni ezeket az igen szép verseket.
előadni nagyon szeretek. Szeretnék a későbbiekben médiapályára térni, legalábbis ez az én elképzelésem, úgyhogy úgy tekintek erre, mint egy lehetőség arra, hogy egy kicsit trenírozzam magam, és mindazon túl pedig egy nagyon jó lehetőség, mert nagyon sok kiváló emberrel ismerkedtem meg eddig is, és még ezen az alkalmon is sok új emberrel ismerkedhetek meg, úgyhogy én nagyon nagy örömmel csinálom ezt. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatának NTP TMV 23.00.20 keretében 16. az Én Pannóniám középiskolások Kárpát-medencei vers és prózamondó versenye 1,5 millió forint támogatást nyert a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Czakó Gábor Csaba 2024. február 21-én hajnalban családja körében hosszú betegség után hazatért teremtőnkhöz, szólt a hír. A Kossuth és József Attila díjas író, kritikus, nyelvrégész a Nemzet Művészet tiszteletére emlékestet rendeztek a Decsi faluházban. Egy facsemete ültetésével kezdték a Czakó Gábor Csaba emlékestet. A 8 boldogság fái közül a platánfa jelképezi a boldogok, a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Egy fa csemetét kívánunk elültetni az írónak az emlékére a faluház melletti kertben. Czakó Gáborról személyesen olyan emlékeim vannak, gyerekként a családja, ő maga, illetve a bátyja, Czakó Sándor, édesapámnak nagyon jó barátai voltak, és nagyon szoros baráti kapcsolatot ápoltak. Ugye az író úr Csaba ebben az időben már nem Decsen élt, hanem Budapesten, viszont nagyon sűrűn látogatta a testvérét, Sanyi bácsit, és ezekkor a családi látogatások alkalmával mindig átjöttek a szüleimhez, és édesapámmal szoktak pingpongozni például a szutarimba, illetve megvitatták az élet ügyes-bajos dolgait. Ami még eszembe jutott, hogy gyermekkoromban kaptunk őle kettő könyvet, és ezt édesanyám most adta a kezembe. Azt mondja, az egyiknek az a címe, hogy a Sárkány mocsár ura, a másik pedig Eufémia. Az első könyvbe dedikálta is a család részére, és azt írta, hogy Heberlingéknek, Terikének és Imrének, de kivált kép az aprajának, szeretettel Czakó Gábor Csaba. Ez volt 1989. február 4-én. A második könyvet, azt így van, azt 5 évvel előtte, 1984 húsvétjában édesapám nevére dedikált a Heberling Imrének, szeretettel Czakó Gábor Csaba. Úgyhogy annyit tudok elmondani személyesen, hogy a testvére Sanyi bácsi nagyon jó barátom volt, nagyon sokat segített a pályafutásom megindulásakor, nagyon sokat beszélgettem vele, sokban iparkodott egyengetni a pályámat. Gáborral kapcsolatosan pedig annyit tudtam, hogy ő egy író, nagyon nagy országos hírnévre tett szert, és nagy tisztelettel voltunk mindig a munkássága iránt a családom részéről. Megkerestük a családját, a feleségét, Czakóné Simon Évát. Szerettük volna, ha a család is itt részt vesz ezen a megemlékezésen, viszont a kedves felesége annyit mondott, hogy érzelmi okokra hivatkozva nem dolgozta még fel a család, a gyermekei, az unokák ezt a halálesetet, és nem tudnák a lélek jelenlétükkel ezt az eseményt végigállni. Úgyhogy annyiban egyeztünk meg, hogy az író úrnak szeptemberben lesz a születésnapja, és a születésnapja alkalmából a család akkori házának a falára fogunk egy emléktáblát felavatni, és erre a megemlékezésre viszont már nagyon szívesen el fognak jönni. Az emlékesnek az ötlete is a fejemben nyilvánvalóan a haláleset kapcsán megfogalmazódott, illetve Decsi Kis János, aki a településünk szülötte és szintén képzőművész, újságíró, a Magyar Kultúra lovagja és meg annyi cím birtokosa, ő van a segítségemre abban, hogy Czakó Gábornak az életútjával kapcsolatosan és a munkásságával kapcsolatosan búvárkodjunk a történelmi részletekben, és ezzel kapcsolatban mindenféle olyan eseményre rávilágítsunk, amit érdemes a művész úr emlékeképpen megemlíteni.
Hát ez az esemény, ez gyakorlatilag a decsi lakosság részére lett megrendezve, mivel hogy a művész úr Budapesten fejtette ki munkájának a nagy részét, ezért budapesti művészeket ide nem hívtunk. Én azt gondolom, hogy arra talán a budapesti megfelelő fórum hivatott, hogy ott ennek megfelelő ünnepséget vagy megemlékezést tartson. Mi a decsi és a decs környéki emberekre és a lakókra koncentráltunk, akik itt ismerték őket. Az estet Eppel Kata és Nemes András szívhez szóló produkciói tették egy igazán méltó megemlékezéshez. Remények Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az égő reggel, a nappalta este. A színektől, ha szürke volt a reggel. A csöndtől, mikor hangzavartak fel. A hangtól, mikor csendben hallgul el. Minden szótól, amit kimond a szám. A rendszerváltástól kezdve sok éven keresztül szerkesztette és vezette a Duna Televízió Beavatás című műsorát, melyből a Himnusz Tanácsa című epizódot nézték meg az egybegyűltek. A mi himnuszunk különös kivétele, visszatér is az eredethez. Szent Ágoston meghatározása szerint himnusznak mondják az Isten dicséretét énekben. A miénk ilyen, se kórusmű, se nem induló, hanem imádság. Idén, szeptember 14-én fogják ünnepélyes keretek között Decsen a szülői házán elhelyezni Czako Gábor Csaba emlékét őrző táblát. Újfent izgalmas és változatos, nem utolsó sorban pedig aktuális programokkal vár mindenkit a Babits Mihály Kulturális Központ. Érdekes és színes előadásokkal, illetve kikapcsolódási, sőt, tanulási lehetőséggel készül a Szekszárdi Kulturális Központ. A következő két hétben is igen gazdag programkínálattal várjuk a Babits Mihály Kulturális Központba minden kedves érdeklődő családokat, mivel is kezdhetnénk ezt a programajánlót, mint a hétvégi húsvéti játszóházunkkal. A házunk előtt már szépen felkészítve áll a mindenki tojásfája, nagy örömünkre ebben az évben is nagyon sok kézzel festett, saját maga által díszített tojásokat hoztak be gyermekek és szüleik, amellyel egy kicsit húsvéti hangulatot tudunk már is teremteni itt a ház környékén, és akkor vasárnap pedig egy egész délelőtti programmal várjuk a kisebbeket, nagyobbakat. A játszóház húsvéti ajándékok készítése mellett fellép a Tücsökklub, illetve Nagy Molnár Dávid egy világbajnoki második helyezett bűvésznek a programját is láthatják a gyerekek. Mindenkit szeretettel invitálunk egészen 9 órától délután 2-ig mindenki itt a húsvétira teljes örömmel készülhet fel. A történelem iránt érdeklődőknek is kedveznek, ugyanis a már régóta futó Kultúrkortyok Szabad Egyetem keretein belül Kuni Miklós történész, Szovjetunió és Oroszország szakértő érkezik Szekszárdra március 26-án, amikor is a katonai és politikai hírszerzésről tart előadást. Folytatódnak a színházi műsoraink. Piros Ildikó előadó estjét a Színházi Világnap kapcsán március 27-én láthatjuk a rendezvényterembe, illetve lesz egy kiváló gyermekkoncertünk is, a Csigabiga Show Kalap Jakab gyermekkoncert, ez már április 7-én zajlik, és nagy örömünkre ebben az évben is folytatódik a Cinege Madár Tolna megyei népdaléneklési verseny, melynek mindkét elődöntőjét április 8-án és 10-én is itt a Babits Mihály Kulturális Központban rendezünk meg. Április 11-ével zárnám most ezt a kis programajánlót, hiszen a költészet napja a mi intézményünk életében is nagyon fontos. A Művészetek Házában a mai magyar kortárs irodalom legjelesebb alakjai fognak versekkel, illusztrált előadásokkal készülni, úgyhogy azt gondolom, ez is egy méltó megemlékezés lesz ezen a világnapon. Mindezek mellett további programok is lesznek, ezekről az intézet weboldalán lehet tájékoztatást kapni. A következő percekben a Pántlika Néptánc Együttes nívós előadásából láthatunk részleteket a nemrégiben Tamási városa avatásának 40. jubileumi ünnepségén. Thank you.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!